Július 1 a települési önkormányzatok helyett a vármegyei irányító kórházakat, területi védőnök munkáltatói, az iskola védőnök pedig január 1 a Vármegyei kórházakhoz kerülnek. Ez a védőnői hálózat átalakításának már a második lépése. A védőnöket 2019-ben besorolták a szakdolgozói bértábla alá, tavaly decemberben pedig elindult a kollegiális védőnői mentorrendszer. Imre Balázsnak érkezett vendége a témában. Néhány napja van érvényben, tehát az új rendszer. Jó kívánok a nézőknek, Servus Boglárka, és ittül meg velem szemben a stúdióban Bábiné Szotrid Gabriel, az Országos Kórházi Főigazgatóság népegészségügyért és prevencióért felelős főigazgató helyettese. Jó estét kívánok, ezért csókolom. Jó estét kívánok. Na no, hát ugye az egészségügyi törvény módosításával vette kezdetét az alapellátásnak az átalakítása, és ennek része ugye a védőnői hálózat. Hogyan? 3587 védőnőt vettünk át július 1-ével az irányító vármegyei intézmények munkáltatásába. Tulajdonképpen, ha visszatekintünk egy kicsit, azt láthatjuk, hogy még június 30-án 2200 munkáltató volt, július 1-ével 22 lett. Tehát már ez maga, hogy hogy sikerült az egységes munkáltatói hátteret megvalósítani, ez már hatalmas előny lesz a védőnői rendszer szempontjából, hiszen az előző rendszerben ez a 2200, ez azért nagyon nagy szám, és ahány önkormányzat, ahány fenntartó, annyiféle attitűd, annyiféle habitus, annyiféle végzettség, annyiféle elképzelés, annyiféle munkáltatói magatartás, tehát nagyon nehéz lett volna, és nem is tudtuk megvalósítani az egységes munkáltatói, szakmai munkáltatói irányítást. Most itt az alkalom meg tudjuk tenni. Ugye ebből a 2600-ból lett 22, azért mondhatjuk, hogy jelentős csökkenés nem lesz ez plusz teher vagy probléma a bármi irányító vármegyei kórházaknak, ugye a területi önkormányzati szintről kerültek most át ezekhez a vármegyei irányító kórházakhoz a védőnők. ez nekik nem lesz több feladat, nem jelent több feladat? Az biztos, hogy, hogy egy teljesen új feladat, hiszen szakellátásról beszélünk, egy olyan szakellátásról, ahol a négy fal köz zajlott tulajdonképpen a gyógyító ellátás, a gyógyító munka. Most az alapellátás felé nyitottunk egy hidat, ráadásul a prevent alapellátás felé, ami, aminek az erősítésével bizonyos szakellátásra is le tudunk elmenni egy csomó terhet, hogyha időben kerülnek szűrővizsgálatra a családok, ha időben kerül felismerése, hogyha esetleg valami probléma van, illetve hogyha olyan programokat, olyan lehetőségeket és olyan tudást tudunk átadni a családoknak, hogy ők maguk is meg tudják valósítani az egészséges életmódot, a korai felismerést, mert a legjobb megfigyelő szerintem az egyén önmagad, tehát ő tudja legjobban elmondani, hogy mi a problémája. Néhány napja van érvényben ez az új rendszer, nyilván azért nagyon messze menő következtetéseket még nem lehet levonni az eddigi működésből, de azért van már valami, valami kézzelfogható dolog, tapasztalat az elmúlt napokból? Igen, folyamatosan érkeznek az információk hozzánk. A jelenlegi adatokból én úgy látom, hogy tömeges felmondásra nem kell számítani. Per pillanat 24 olyan kolléganőről tudunk, akik elhagyták a védőnői hivatást, tehát pálya elhagyók. Ők viszont már 60 nappal, két vagy három hónappal ezelőtt jelezték az akkori munkáltatójuk felé, hogy ők nem fogják tovább folytatni. 21 olyan kolléganőről tudunk, aki nyugdíjba ment, ez amúgy is benne volt már a rendszerben, illetve illetve négy vagy öt olyan kolléganőről, aki maradt egészségügyben, de más az egészségügy más területén folytatja a munkáját. Az önkormányzatokkal is folyamatosan tárgyalunk, a mai napig is tárgyaltunk is. Az a tapasztalat, hogy miután megértették, megértik, hogy nem arról van szó, hogy a védőnöket elvisszük, hogy nem maradám helyben a, a legfontosabb prevenciós szakember, hanem, hanem tényleg ott marad, nem visszük be a kórházba. Valóban a munkáltatói jogkör ott lesz, de maga a védőnő helyben marad. Ugyanazt a területet, tehát ugyanazokat a családokat fogja ellátni, ugyanolyan szakmai elvek szerint, mint eddig. Tehát én azt látom, hogy az önkormányzatok részéről is kezd egy nagyon komoly konstruktivitás kibontakozni. Pont ma nem, tegnap volt egy egyeztetésünk több fővárosi önkormányzattal, ahol nagyon-nagyon konstruktív hangulatban telt, és a polgármesterek azt mondták, hogy ők támogatják továbbra is a védőnőiket, amilyen lehetőség van. Például a kórház és az önkormányzat közt egy kétoldalú megállapodással olyan feladatokra, amik nem kifejezetten védőnői feladatellátáshoz tartoznak, de a védőnők tudják a legjobban megoldani, például az újszülött köszöntő csomagok házhoz vitele, a családok vagy például egészségnap szervezése, erre minden lehetőség megvan a jövőben is, és még egyszer hangsúlyozom az önkormányzatokkal, kapcsolat, fenntartás és együttműködésre törekszünk a jövőben is. Mert hogy a munkahelyük a védőnöknek nem változik meg, hiszen ott Minden maradnak akár... a helyi önkormányzat Igen. nem kötelékében, most már onnan kikerülnek, de azért ott lesznek helyben, tehát ott látják el a feladatukat, ahol eddig ugye ezt azért kihangsúlyoztak az elmúlt időszakban az Igen. átalakítás kapcsán. Mondjuk akkor el azért azt, mert nyilván a nézőket, pláne a kisgyerekes nézőket érdekli, hogy a szülőknek és a babáknak a helyzete, a védőnökkel kapcsolatos teendői nem változnak, ugye? Minden, minden marad ugyanúgy. Elképzelhető, hogy néhány védőnőnek változni fog a telefonszáma, hiszen a kórházak azt szeretnék, és teljesen jogosan szeretnék, hogy szimkártyával a flottán belüli telefonszámot kaphassanak, tehát a kórházhoz tartozó flottán belüli telefonszámot. De ahol van lehetőség számhordozása, abban is partnerek vagyunk. De ahogy mondtuk az előbb is, minden ott marad helyileg, személyileg és elvek szerint, szakmai elvek szerint. A védőnök szempontjából mi lehet a legnagyobb erénye vagy segítsége ennek a változásnak, hiszen ugye például Rétvári Bence államtitkár azt mondta a változtatás kapcsán, hogy azzal, hogy irányító kórházakhoz, vármegyei kórházakhoz kerülnek a védőnök, ezzel sokkal nagyobb szakmai segítséget kaphatnak. Például mit értünk ez alatt, mit lehet érteni? Kettős, lehetőség ez. Egyrészt az Országos Kórházi Főigazgatósághoz tartozik a szakmai irányítás, a védőnői szakmai irányítás június 1 -től. Július 1 -től pedig a szakmai munkáltatás is, hiszen az irányító vármegye intézmények főigazgatói gyakorolják az alapvető munkáltatói jogokat, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a megyei kollegiális védőnő mentorok, akik maguk is területről jönnek, Sokan több évtizedes tapasztalattal bírnak, tehát ha valaki tudja, hogy hogyan lehet egy védőnőnek segíteni a napi operatív irányítást megoldani, az pont a mentorhálózat. Maradt még egy pici időnk, és ugye volt olyan szakmai álláspont korábban e, azzal kapcsolatban, hogy mi lenne az ideális, és azt mondták sokan az, hogyha a védőnői szolgálat az önálló egységet kapna, önálló egység lenne a kórházon belül. Ezzel most mi a helyzet? Ez meg fog valósulni, vagy már megvalósult? Gyakorlatilag már önállóan tud működni, hiszen az egyéb munkáltatói jogköröket azt a megyei védőnői mentorok gyakorolják, tehát ők segítenek a helyettesítésben, a szabadságolásban, anyagbeszerzésben, a továbbképzések megfelelő megismertetésében, szétosztásában, az új lehetőségek felmérésében, hiszen a védőnőink közt azért van jó néhány olyan kiemelt tudással rendelkező kollégina, akik a prim prevencióban a leglakosság közeli bellátást is el tudják végezni. Főigazgató asszony nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk. Köszönöm szépen.